sportosat. Híradónk vendége Struhács György, a kötött fogású birkozó válogatott kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Túl vagyunk az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, 2/5. hely. Mivel lettél volna elégedettebb, hogyha van egy érem, a kettőből egy érem, vagy van 3/5. hely, azaz 3 olimpiai kvóta? Hát ugye az érem az mindig kell egy ilyen világversenynél, és akkor jön az ember haza jó érzéssel, ha érmet, illetve érmeket tudunk nyerni. Ez sajnos most nem sikerült, de hát természetesen, hogyha még egy kvalifikáció azért összejött volna, akkor azért jóval elégedettebb lennék. Miért nem sikerült? Miért csak 2 jött össze? Ráadásul ebből az egyik, lehet ezt mondani, és remélem a Péter nem sértődik meg, nekünk kívülállóknak meglepő volt, hogy a Módos Péternek sikerült egyből. Vagy lehetne Lőrinc Tamást, Kis Balást, Bácsi Pétert említeni? Igen, hát elsősorban azért ettől a 3 embertől váltuk az eredményt. Ugye Bácsi Péter 74 kilóban, illetve Lőrinc Tamás 66, és hát Kis Balázs ugye világbajnokként hát a 96 kilóba. És hát azért a Misitől, illetve a Módos Petitől nem vártunk annyira eredményt. Misi ugye a koránál fogva már 36 éves, illetve Módos Peti, aki egész évben szinte sérült volt, ugye volt egy nagyon komoly válműtétje, majd amikor már visszatért volna a versenyzésbe, akkor eltörött a bordája. Ugye újabb 6-7-es vagy majdnem... Na úgyis, majdnem... hogy le is mondasz róla, ha jól emlékszem. Hát azért le nem, de volt, én azt gondoltam, hogy ezzel a felkészüléssel is egy nagyon kedvező sorsolással oda tud keveredni a végelszámolásba. Azt gondolom egyébként, hogy jó is volt a sorsolása. Azt hiszem talán a japán azért nehéz diónak tűnt, de azt nagyon jó hozta azt a mérkőzést, és hát így azért meglepetésre megszerezte a kvalifikációt. De hát nagyon örültünk neki. Misiben még az 5. hely miben benne van, a kora ellenére is, ugye? Igen, én azt hiszem a Misinél azért azt mindig el kell mondani, hogy ebbe a korban nála már a sorsolás függő az eredmény, tehát azt mindig el szoktam mondani, hogy van az a bizonyos pár versenyző, akit már érzésem szerint nem nagyon tud megverni, nyilván azért meglepetéseket tud okozni, hiszen a Magyar Nagydíjon a Byers-t elverte, akit még nem nagyon sikerült neki előtte, tehát azért meglepetés néha tud okozni, de azért a papírforma az, hogy egy pár verseny nem tud megverni, és aztán van az összes többi, akivel hát fölveszi még a kesztyűt, és azokat meg tudja verni. Ez történt most is, nagyon jó volt a sorsolása, ez nem volt le semmit az ő eredményéből, illetve a jó birkózásából, hiszen azért ezekkel a gyerekekkel jó meccseket kellett birkózni, és azért az ő tudását maximálisan ki kellett hozni, hogy ezt hozza. És hát a szíve, azt gondolom, az utolsó meccsen az vitte a bulgár ellen, ami ugye a kvalifikációt szerezte neki, megvert a bulgárt, azt gondolom, hogy az utolsó másodpercben megcsinált egy olyan fogást, amit egyébként nem is nagyon szokott, bár mostanában gyakorolja, úgyhogy az is azt gondolom meglepetés volt. Úgyhogy hát a 3 ember pedig hát nagyon vártuk tőlük az eredményt. Ugye Lőrinc Tamás azt gondolom, hogy az egész évben borzasztóan jó szerepelt, hiszen Törökországban első tudott lenni, aztán az Európa-bajnokságon második, úgyhogy a döntőbe majd, hogy nem ő veszített, és nem az ellenfele nyert. Tehát ő volt nyerő pozícióban, és egy ilyen kölcsönös helyzetnél hát nem ő jött ki jól ebből a helyzetből. De utána is Kazasztánban ugye voltunk egy nagy ilyen csapatversenyen, ahol másodikok lettünk, és a 5 mérkőzésből 5-öt nyert, csupa orosz ellenfél ellen. Tehát azt gondolom, hogy ott is nagyon jó birkozott, majd a Golden Grand Prix-t is simán nyerte, úgyhogy még menetet sem veszített. Tehát mindenképpen úgy éreztem, hogy na itt az idő, és most a világbajnokságon oda teszi magát. Talán egy kis önkritikával azt kell mondjam, hogy lehet, hogy sok volt már ez a Kazasztán-Azerbajdzsán kettőség, és én azt láttam, hogy egy formahanyatlás van nála, amiből nem nagyon tudtuk kihozni, én így érzem most visszatekintve. Bácsi Peti teljesen más helyzet, hiszen ő nála a legnagyobb probléma a súly. Tehát olyan magas a súlya, hogy onnan, mire leviszi a súlyt, addigra ebbe a sorozat terhelésbe, tehát ahol 15 percenként jönnek a mérkőzések, ráadásul a
súlycsoportok elhelyezése úgy volt, hogy ő a két lány súlycsoporttal birkozott, ami azt jelentette, hogy a lányoknál ugye jóval kisebb a létszám, hogy két szőnyegen ment a 74 kiló, ami még gyorsabban hoztam mérkőzéseket, és elfogyott a Péter. Tehát a rettentő sok fogyás a negyedik meccsre teljesen elfogyott. Már a románnál én azt gondolom, tehát a harmadik meccsénél ott is volt egy kis zavar, és azért azt el kell mondjam, hogy el szoktam mondani, hogy a negatív oldalon, amikor a bírók ugye tavalyi évben nem nekünk kedveztek, hanem most nekünk kedveztek a románnál, és ott azért kaptunk egy meccset, de ott egy zavar támadt, és rögtön 15 percre rá kellett jönni a kazak versenyzővel, aki ugye előtte birkozott, és ott a román mérkőzésen volt ilyen vitatott helyzet, ráadásul a gépek is leálltak, tehát a kazak egy 40 percet pihent, ő meg csak 15-öt, és én azt gondolom, hogy ez el is dönt a mérkőzés sorsát, ott már abszolút nem volt paszba. És hát aztán a kis Balázs, aki megint egy másik történet, akinél tudni kell, hogy a Balázsnak az erőssége, én azt hiszem, fejbe van. Tehát ő borzasztóan tud koncentrálni egy-egy világversenyen, és akár nagy meglepetéseket is tud okozni, ez bizonyította akár serdülő korában, amikor serdülő világbajnok lett, de ugyanígy azt hiszem a felnőtt korában is. És most fejbe nagyon nehéz volt őt motiválni. Két okot látok, ugye mind a kettő az olimpiához kapcsolódik. Igen. Ugye az egyik az, hogy két olimpiára idáig nem jutott ki, úgyhogy hogy hajszálokon múlott, és hát nem tudott kijutni az olimpiára. A második olimpián a Viráglali került ki. Tehát ez is borzasztóan nyomasztott, hogy na újra itt a lehetőség, és hogy sikerül-e majd. A másik dolog pedig, hát, hogy egyáltalán indulhat-e az olimpián, amiben még mindig nincs döntés, és hát megy a húzavona, hogy hát indulhat, nem indulhat. Ugye az Nemzetközi Olimpia Bizottságnál a sportdöntőbírósághoz fordultak az amerikaiak, amihez hozzácsatolták az ő ügyét is, és hát ezzel kapcsolatban mennek még a tárgyalások, és hát azt mondták, hogy szeptember végére lesz döntés, de hát még sehol nem. Mindegy, de hát ha év végére lesz meg a döntés, akkor sincs baj, mert ha jól tudom, csak áprilisban lesznek, ugye? De akkor viszont három hétvégén zsinórban újabb. A kvalifikáció maga ettől független, tehát a persze, Balázs indulat. Csak azért mondom, hogy akkor már letisztul. Én azt mondom, igen. Tehát, hogy most decemberben akkor is fel tud gyorsan készülni egy hónap alatt, úgy van, hogy kiharcolja. Tehát ilyen szempontból most mindegy szeptember vagy október végül is most már. Mindegy, tehát csak visszatérve erre a dologra, én azt gondolom, hogy igyekeztünk ebből a helyzetből kihozni, de hát azért nagyon nehéz át kell gondolni az ő helyzetét, hogy mi járhat a fejbe, és azért nem tiszta feje, nem lehet jó eredményt elérni egy ilyen szintű világbajnokságon, ahol tényleg olyan létszámok és olyan erősségű verseny, hogy hát ugye a kötött fogásnál ugye a legtöbb kvóta 5 volt, amit egy nemzet tudott szerezni, ha jól tudom. Igen, igen. Mi 2 szereztünk. Igen. Én azt gondolom, tehát hogy nem annyira rossz nem kell az átlag eredmény, ha így nézzük. Nem. Viszont azt is... 100 valahány nemzet volt. 104 nemzet volt kötött fogásban. Így van, most csak tehát én azt gondolom, hogy ez a két kvóta nem rossz, de ha a csapat erősségét nézzük, akkor azért ennek jobbnak kellett volna lenni. Én legalábbis magamban így gondolom ezt a dolgot, de én azt hiszem a versenyzők is. Legfőképpen annak a tekintetében, hogyha megnézzük, hogy jön a kvalifikációs verseny, ami borzasztóan nehéz lesz. Ugye fogyasztó emberekről beszélünk, 2,5 héten belül lesz 3 verseny, és ráadásul úgy lesz a 3 verseny, hogy Európa, Ázsia, Európa. Igen. Tehát én azt hiszem, hogy ezt egy fogyasztó ember meg se tudja csinálni. Tehát 3 versenyen biztos, hogy nem tudnak. Jól tudom, az Ázsiait kihagyják, az európaiak, és akkor európaira fog koncentrálni. Ez is egy verzió, azért még én azt gondolom, hogy ennek le kell tisztázódni. Ugye mindannyian összeülünk, ma is pont egy értekezetet tartottunk pont erről, hogy csináljuk, mint csináljunk, mindenkivel egyeztetünk, orvosokkal, mindenkivel, hogy lesz a legjobb. Én is azt gondolom, hogy most... Mikorra kell összeállni te számodra pontosan, hogy akkor mikor, hogy lesz? Én azt gondolom, hogy november... első hetének végére össze kell állítani az olimpiai felkészülést, amiben természetesen benne van a kvalifikáció, és addigra ebben a dologban dönteni kell magunk számára is, és a versenyzők számára is. Olyasmit én olvashattam, hogy egy kicsit magadra is vetted azt, hogy magadat is hibáztattad csak a két kvóta miatt, hogy túl sokat edzettek a fiúk, tehát
egy kicsit már túl voltak pörgetve? Hát én azt hiszem, hogy egy nem sikeres VB, mert ezt kell mondjam, hogy számunkra ez nem volt olyan sikeres. Az edzőnek nyilván, hogy szerepe van ebben. Bocsáss meg, de Hegedűs Csaba azért megvédett téged, mert ugye korábban ugye 8. helyig volt a kvóta, és akkor most 4 kvótánk lenne. De én azt gondolom, hogy ez a csapat annál erősebb, tehát mint hogy 2 kvótát szerezzen, és hogy ne szerezzen érmet. Bár ha az elmúlt időszakot nézzük, visszamegyünk a világbajnokság olimpiát is beleértve, mindig 2 most mondjuk a 2005-ös VB-t, ami a hazai VB volt, azon kívül általában 2 helyezést szereztünk, 1 érmet, 1 helyezést, igen, vagy 2 helyezést. Tehát azért a realitás ez volt, de én mégis azt gondoltam, hogy ez a csapat erősebb, és ebből én nem vonhatom ki a saját felelősségemet ebből a dologból, hiszen az edzőnek van a főszerep. Én azt hiszem, és ezt láttam, és tudom, hogy a versenyzők mindent megcsináltak, amit én mondtam nekik. Tehát én azt gondolom, hogy nekem van ebbe a legnagyobb felelősségem egyértelműen. Nekem kell átnézni, hogy mit rontottam el ebbe a dologba, vagy mit rontottam el. És most hogy látod így, hogy... Látok egy csomó olyan dolgot, ami azt gondolom, hogy másképp kell csinálnunk. Mi az, ami publikus is abból? Én azt látom a versenyzőknél, hogy korosabbak lettek. Tehát azt, amit 20 éves korukban, 22 éves korukban elbírtak, azt a borzasztó nagy terhelést, azt ma már nem bírják úgy el. Tehát egy ilyen sorozat edzőtábor, mint mondjuk a Lőrinc Tomi esetében, ezt láttam, hogy hazajöttünk Azerbajdzsánból, és egy 4 hetes időszakon voltunk túl, plusz benne 2 verseny, ahova le kellett fogyni, és magas szintű versenyek voltak, azelőttünk egy erős formahanyatlást láttam a Tamásnál, és nem akármit kitaláltunk ezzel kapcsolatban, pihentetést, kevesebb munkát, nem tudott belőle olyan szintre kijönni, mint amilyen előtte volt. És hát ezeken a dolgokon nyilván változtatnunk kell nekünk is. Nem lesz egyszerű azért, nem? Én azt gondolom, hogy abszolút nem lesz ezt összerakni, hiszen 2 vonalon kell futnunk. Ugye 2 ember már megszerezte a kvalifikációt, azoknak is más jellegű, más versenyeken kell indulni, mind akik a kvalifikáción indulnak. Tehát a tavaszt ugye ezeknek a kvalifikálós versenyzőknek az a fő verseny. Tavaszra még rá lehet tenni azoknak, akik már megszerezték az Európa-bajnokságot, de hát a fő formát azért az olimpiára kell kicsúcsosítani, úgyhogy az nem lesz egyszerű összerakni. Deák Bárdos Misi az akkor már bírni fogja, most már egy kibírja az olimpiáig, akkor most már megvan a bóta. Bízunk benne. Én mondjuk, tehát hozzá kell tenni a Misinél, mindig azt is el szoktam mondani, hogy a kalap le, és tényleg csak csodálattal lehet róla beszélni, hogy 36 évesen mindig meg tud újulni, edzőseken is, versenyen is. Én azt hiszem, hogy most már az olimpiáig akármi van kihúzza, tehát sérülés nem. Olyan szervezete van, ezt azért hozzá kell rakni, ami borzasztót jól tud regenerálódni. Uh-huh. Tehát kevés az az ember, aki ilyen gyorsan és ilyen jól tud regenerálódni. Ráadásul én azt hiszem, hogy megtaláltuk azt a egyensúlyt és összhangot.